Felújított sportpályán tölthetik el ezután szabadidejüket a Szovátai Szent József gyermekotthonban élő gyerekek. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány idén összesen 3 pályát vehetett át, amelyek helyi és magyarországi támogatásból jöttek létre. Eső áztatta a felújított sportpályát, így az ünnepélyes szalagvágás elmaradt, de a gyerekeknek nem szegte kedvét a rossz idő. Az otthonban lakó fiúk nagyon örültek az új pályának, így már nem kell a betonon játszaniuk. Sokkal jobb már játszani rajta. Sokkal kényelmesebb, meg biztatóbb is. Mert mikor elesünk, akkor sem nem megy le a lábunkra a bőr, meg elég jó érzés rajta játszani. Az alapítvány célja az volt, hogy a gyerekek oktatása és a lelki útmutatás mellett a testmozgás is hangsúlyt kapjon, fenntartva az egyensúlyt fejlődésükben. Test, lélek és a szellem, hát az egyformán kell, hogy fejlődjön, az nem jó, hogy valamelyik lemarad. Fizikailag, hogyha valaki satnyi, az lelkileg és szellemileg is eltörpül, de ugyanúgy gondolom, hogy valaki hiába fizikailag bármennyire is erős, egészséges, hogyha lelkileg, szellemileg hát lemarad. Az otthonban lakó gyerekek a szovátai iskolákban tanulnak, a délutánokat azonban a Szent József központban töltik, így fontos, hogy biztosítva legyenek számukra a megfelelő körülmények. Természetesen, hogy egy sportpálya létfontosságú, mert nagyon sok gyerek mit tud tenni, vagy a számítógép előtt ül, vagy kint az udvaron. Ha az udvaron ül, akkor nem mindegy, hogy tud egyet focizni, vagy akár kézilabdázni, vagy különböző sporttevékenységeken részt vehet, vagy pedig nincs meg ez a lehetősége. Az eső ellenére a sportpályát azonnal felavatták. Más városokból is érkeztek gyerekcsapatok, a mini bajnokság pedig nem maradt el. Bőjte atyát érte a megtiszteltetés, hogy az első meccset elkezdje.